A sajtó képviselőinek jelenlétében ünnepélyes keretek között látta el kézjegyével a szakmai háttér biztosítékául szolgáló együttműködési megállapodást. Miskolc megyei jogú város közgyűlése határozott arról, hogy a tavalyi évben elfogadott törvényi felhatalmazás alapján önkormányzati rendészeti szerv kezdi meg tevékenységét az idei év áprilisától a megyeszékhelyen. A jövőben a rendőrség feladatainak eredményes végrehajtásában közreműködnek azok a rendészeti feladatokat ellátó személyek, akik tevékenységük végzéséhez törvényi felhatalmazás alapján az általuk észtelt bűncselekmény, szabálysértés, közigazgatási bírsággal szankcionálandó jogellenes cselekmény vagy önkormányzati rendeletben megállapított jogszabályok megsértése esetén a helyszínen intézkedésre és szükség esetén kényszerítő eszköz alkalmazására jogosultak. Nem véletlenül kapott önálló törvényi szabályozást ez a fajta tevékenység. A korábbi közterületfelügyelethez, vagy az említett polgárőrséghez képest jóval szélesebb körű jogosítványokkal rendelkezik ez a szervezet, gondolok itt a kényszerítő eszközökre és az intézkedési lehetőségekre. Másrészt pedig ez egy költségvetési szerv, az önkormányzat alkalmazásában állnak azok a kollégák, akik a rendőrökkel közösen fognak a jövőben a közterületek rendjére vigyázni, és hát ennek a szervezetnek a működését mindenféleképpen szükségszerűen megelőzi és elősegíti az a feltétel, ami most teljesült, hogy megkötöttük az együttműködési megállapodást a jövőre nézve. Milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy egyáltalán egy önkormányzati rendészetet létrehozhasson egy helyi önkormányzat? Elsősorban többségi döntésre van szükség az önkormányzat részéről, ami a testületülésen megvalósult. Aztán következett a rendőrséget érintően az a folyamat, amikor előkészítettük azt az együttműködési megállapodás tervezetet, amelyet most véglegesen elláttunk kézjegyünkkel. Ez a mindennapi tevékenységet, a kapcsolattartást, az ellenőrzés, a beszámoltatás és a jövőre nézve tanúsítandó magatartások listáját tartalmazza. Ezt mindkét fél egyetértőleg aláírta, és innentől kezdve a napi munka során fogjuk apró pénzre váltani majd ezeket a rendelkezéseket. Milyen a kapcsolat a jövőben az önkormányzati rendészet és a rendőrség között? Eddig is zökkenőmentes volt a kapcsolat, azt tudom mondani. Én meggyőződéssel mondom, hogy szorosabbá válik, és kvázi rendőr kollégaként lehet tekinteni az itt megjelent urakra is. Én azt kértem tőlük, hogy ezt a kolléga megszólítást, megnevezést, ezt töltsék meg olyan tartalommal, hogy a jövőre nézve abszolút együttműködő módon és tökéletes összhangban tudjunk szolgálatba is menni velük, illetve az általuk foganatosított intézkedéseket jogszerűnek és szakszerűnek tudjuk majd megítélni rendőrszakmai szempontból is. A miskolci önkormányzati rendészet a közterületfelügyeletet, a mezőőrész szolgálatot, majd később a segédfelügyelőkkel bővül és önálló költségvetési szervként alakul meg. A szervezet létszáma 90 főben határozták meg, és amennyiben a közgyűlés jóvá hagyja, évente 200 millió forint támogatást kap majd a város önkormányzatának a költségvetéséből. A feladatok ellátását egységes arculattal rendelkező gépjárművek segítik, később egyenruhájukat és karjelzéseiket is egységesítik. A Borsod-Abaj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a miskolci példát alapul véve az önkormányzati rendészet felállítását elősegítő szakmai protokollt dolgozott ki, amit megküldött a megye valamennyi polgármesteri hivatalának.